parti, mindenki tapsol, mindenki tapsol. Itt kiskunnal a sok buliban bátor, mindenki hat. Emeld a kezedet, emeld a lábod, mindenki tapsol, már csak 40 percig tart. Kalap Jakab ország szerte hatalmas rajongótáborral rendelkezik, zenés videói milliós megtekintéseket érnek el, koncertjeim pedig egész családok, kicsik és nagyok szórakoznak önfeledten. Nem meglepő, hogy pihenésre mostanában nem sok ideje marad. Már mi a 2025-öt szervezzük bőszen, meg már a tavalyi év vége is már ilyen volt, hát nagyon örülünk neki, és tehát megtisztelő tényleg, hogy ennyi helyről keresnek bennünket. Meg szeretünk menni, erre vártunk, hogy megmutathassuk azokat a dolgokat, amiket mi elképzeltünk először a saját gyerekeinknek, és akkor azt már kinőtte, utána óvodáknak mutattuk meg, és utána most meg már meg tudjuk mutatni mindenkinek. Ilyenek vagyunk. Igazából olyan nagyon semmi nincs kitalálva így ebből a szempontból, hanem lereagáljuk azt, ami történik, és hogyha énekeltek, akkor el tudjuk esütni ezeket a dolgokat, vagy hogyha interaktívak voltak. Szerintem az hiába valóság lenne, ha csak kikírnánk, hogy mi interaktívak vagyunk. Mert ugye ez majd kiderül a színpadon, hogy a közönséggel hogy tudjuk felvenni a kontaktust. Mi abban maradtunk, hogy ahogy mi otthon csináljuk, meg ahogy elkezdtük kicsibe, a színpadi megjelenésünk is, meg hogy felcipeljük magunkkal a hangfalakat, ezek már rég nem kellenének, de mi azt határoztuk el, hogy ahogy elkezdtük, olyanok szeretnénk maradni, ameddig csak lehet. Hogy mi ugyanazt csináljuk, csak a térnő körülöttünk, de mi magunknak picibe, mi ugyanazt csináljuk, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt egy óvodában, ahol 30 gyerek ül szembe. Kalap Jakab magával hozta a gyermekeit is, akik ezúttal is aktívan kivették részüket a színpadi jelenetekből. Levente sok kellemes percet okozott a közönség tagjainak a mókásabbnál mókásabb jelmezeivel. Szerintem vicces nekik egyrészt, ahogy áll rajtam a jelmez, meg tetszik nekik a változatosság. Ugye ezt kapják már napközben is, minden meséből megy ez a itt robban, ott lejön, lemegy, visszajön. Kicsit fel vannak pörögve, és akkor ezt tetszik nekik ez, hogy ezt kapják, nem unatkoznak. Ez már a produkció legelején eldőlt, hogy te leszel az öltöző ember, és aki előugrik ilyen jelmezekben? Hát ugye apu gitározik, meg énekel folyamatosan, úgyhogy igen, én maradtam. Otthon is ugyanezt csinálom, amit a színpadon, meg apu is. Hát mi így nőttünk fel, otthon állandóan bohózkodott nekünk, apu meg énekelt nekünk, aztán ezt színpadra vitte, most meg ugyanez van már nálam is, én is ezt csinálom otthon a gyerekeimmel, aztán hétvégén meg esem a színpadon mások gyerekeivel. Holnap este pálban megyek, rajtam lesz a legszebb jelmezés, majd ott a táncolok, talál ki, hogy ki vagyok. Kalott! Holnap este pálban megyek, rajtam lesz a legszebb jelmezés, majd ott a táncolok, talál ki, most ki vagyok. Holnap este pálban megyek, rajtam lesz a legszebb jelmezés, majd ott a táncolok, talál ki, most ki vagyok. Szuper! Az a baj, hogy túl sok dal van, és akármit csinálunk, mindig van hiányérzet bennünk is, meg a közönségben is, hogy mi nem volt a, stb. Szóval, de hogyha most másik 8 dalt játszanánk, akkor is ugyanúgy, akkor meg miért nem volt a Rókás, tehát hogy nem tudom, hogy ezeket hogy lehet megoldani. Nagyon nem szeretnénk a fellépési időn sem nyújtani, azt meg saját tapasztalatból, én 5 gyerekes apuka vagyok, ugye most már Levente is 5 gyerekes, viszi tovább a családi hagyományokat, és én rengeteg műsoromra hordtam a gyerekeimet, és nekem szülőként az a tapasztalatom, hogy ez a 40-45 perc után bármilyen műsorra vittem őket, annyit bírnak a gyerekek, szerintem csináljunk annyit. Tehát mivel, hogy ők a fontosok, nem pedig, hogy megfeleljünk valaminek, a mi műsorunk az ennyi. Black, black, black-ke-ke, ilyen a BKG élete, black, black, black-ke-ke, ilyen a BKG élete. Valóban úgy van, hogy a gyerek közönség a leghálásabb közönség egy fellépőnek? Hát ezt nem írom alá. hogyha olyan. Inkább azt mondanám, hogy a legőszintébb. Mert ha kiállsz és olyanokat csinálsz, ami nem érdekli őket, akkor látványosan túrják az órukat, vagy kavicsal dobálóznak meg ilyenek. Szóval őszintén reagálnak. De hogyha tetszik neki, vagy valahogy be tudod magad lopni a szívükbe,
például összekevernek a Mikulással, már ezen is gondolkodtam, lehet, hogy a Piroska szakál is azt gondolják, hogy én vagyok a Mikulás, ilyen eljött, akkor viszont nagyon hálásak kezdtén. Ilyen a békák élete, ilyen a békák éneke, ilyen a békák élete, ilyen a békák élete.